Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Kalocsán. Kezdjük a mai Dharma beszédet is az univerzum gyönyörűséges mantrájával, az Om Nammal, összesen 7-szer. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Köszönöm szépen. Azt hittük, hogy mantrát éneklünk, pedig valójában semmi más nem csináltunk, mint egy figyelemgyakorlatot folytattunk. A hagyomány rengeteg olyan aspektussal bír, amelyet csak gyakorlat által tudunk megérteni, magunkban tudatosítani és így használni. Nagyon sokszor fennakadunk a kultúrán, a nyelven, a történelmen, és azt hisszük, hogy a hagyomány mindezek összessége. Nem, a hagyomány az annyi tér, amennyi tudati változást helyes irányba létre tudunk vele hozni magunkban. Tehát, hogyha nem működik számodra, akkor keres valamit, ami működik. Egy teljes értékű szellemi hagyomány az segít a mindennapokban, segít az egyéni erőfeszítésekben, segít a kapcsolatokban, segít családi, társadalmi és összemberiségi szinten egyaránt. Az en az egyik ilyen hagyomány a Földön jelenlévő sok közül. A mai világban valószínűleg a figyelem, a jelenlét és az együttműködés hármassága az egyik legnehezebb dolog, amelyeket ugye tapasztalhatunk a mindennapi életben. Egy felmérés szerint ma körülbelül egy hónap alatt fogyasztunk annyi információt, mint 200 évvel ezelőtt egy átlag élet alatt. Mit teszünk ezzel a sok-sok információval? Ez az, amiről most nem beszélünk, mert mindenkinek a saját dolga, hogy milyen tartalmat fogyaszt. De hogy mit tesz velünk ez a sok információ, az viszont kérdés, az már nem pusztán egyéni helyzet kérdése, hiszen az az ember, aki túladagolja magát nullákkal és egyekkel, nevekkel és formákkal, képekkel és szövegekkel, az beül az autóba és előtted fog leblokkolni. Vagy éppen mögötted fog belemenni valakibe, lehet, hogy beléd. Mi történik az ember figyelmével akkor, amikor túl sokat gondolkodik, túlságosan szét van esve, megoldatlan érzelmi problémái vannak és a többi? A válasz az, hogy jelenlétünk mértékében tudunk úrrá lenni ezeken a problémákon, érhetjük el ismét az összeszedettséget, és egy idő után, mihelyt az azonosulás szokása egy kicsit alább hagy, meg is tudjuk haladni ezeket a problémákat. A mai világban legtöbbször nem egy nagy, jól azonosítható bajunk van. Sok, kicsi, önmagukban alig észrevehető problémák van, de hogyha ezek összekapcsolódnak, elérnek egy kritikus tömeget, és elviselhetetlen lesz az egész élet. És ezt a fajta frusztrációt, ezt a fajta életélményt, ezt nagyon nehéz megváltoztatni. Ehhez egy teljes paradigmaváltás kell, ehhez egy olyasféle tudati váltásra van szükség, amelyet nem írtak le eddig. Nem mondtak ki úgy, hogy ezt és ezt kezd az információval. A zen az, mivel tudattal és testtel, információval és energiával egyaránt dolgozik, ezért az eredetétől fogva olyan 1700-1800 évre itt visszamehetünk,
az emberi tudatra közvetlenül irányul, és ezért a benned megfogalmazódó gondolatokat és érzelmeket megtanít helyesen látni. És ez az első, legfontosabb dolog, hogy miért nem látod, ha már benned van? Miért nem foglalkozol vele, ha már hordozod? Erről szól a 106-os koan. A címe az, hogy miért nem látod. Egyszer egy tanítvány megkérdezte Mangong Zen mestert, hol van a Buddha dharma? A Buddha dharma a Buddha tanítása. Épp előtted, válaszolta a mester. Azt mondja, hogy előttem van, mégsem látom, felelte a tanítvány. Az éned miatt nem látod, mondta a mester. Ha létrehozod az ént, akkor nem láthatod. De ha a mást hozod létre, akkor még nehezebb. Ha nincs én, és nincs más, akkor ki beszél? A tanítvány azonnal elérte a felébredést. Kérdések. Mit jelent az, hogy előtted van? Nincs én, nincs más. Hogyan látsz? Mit tapasztalt meg a tanítvány? Kommentár. Butaság fafejűek. Lásd tisztán, hallj tisztán. Ez a koan, ez körülbelül olyan 100 éves. Ez egy koreai eredetű koan. Mangong Sunyim, aki a mi tanítónk tanítójának a tanítója volt, tehát nagypapa. Az ő idejében ez már látható volt, hogyha valami előtted van, akkor miért nem látod? Piros lett a lámpa, miért mentél bele? Hogyha az én képzetedben van valami nagyon szilárdnak tűnő, valami olyasféle gondolat, ami nem akar elmenni a helyére, pedig már rég nincs rá szükség, vagy olyan érzelmek, amelyek már nem fontosak, de még mindig ott topszódnak, akkor ezen ragaszkodás miatt a tudat látóképessége csökken. És mostanában nem egy, vagy kettő, vagy három gondolatterületre tagoljuk szét a figyelmünket, hanem több tucatra, néha több százra. Hát hány olvasatlan e-mail vár reggelente? Hány üzenetet kell megírni? Hányszor mész rá a különböző párbeszéd, szociális média és egyéb oldalakra, hány hírt olvasol el naponta, és szükség van az információ szabadságára, de a te szabadságodra is szükség van az információtól. Jó? Tehát, hogyha beborítanak a nullák és az egyek, akkor nem látod azt, ami előtted van, és nem látod azt, aki előtted van. Erre a kóresetre, hogy információ túladagolás, már létrehoztak különböző klinikákat, és azt hiszik, hogy csak a nettől függünk. Nem, ettől az egésztől függünk, ami van. A digitális felület csak egy kiterjesztése az egésznek. És önmagában üres, önmagában nem működik. Mi működtetjük. Elektromossággal és a figyelmünkkel is. Amikor a zen az ürességről beszél, akkor valójában a tiszta tudatról beszél. Az üresség az, ahol még a nulla és az egy nem jelent meg. Ahol még a digitális vagy duális kultúra vagy világ nem jelent meg. Az a pillanat, amely csak itt és most van, és ahova visszahozhatod a tudatodat. És ha ezt megteszed, akkor megszabadulsz az információ kényszeres lapátolásától. Azoktól a bevett szokásoktól, amelyek állandóan lapátoltatják veled egyik raklapról a másikra a különböző tartalmakat. Ezt hívjuk nem mozduló tudatnak, vagy tiszta tükörszerű tudatnak. Amennyire egyszerűnek hangzik ez, annyira idegen a mostani kor szemléletétől. Miért? Mert mindig valami elvontat, absztraktat, tökéletest, mennyeit, vagy egyebet keresünk vallásos ideálképként. És nem vagyunk hajlandók lemondani ezekről az ideálokra, mert azt hisszük, hogy akkor veszteség ér minket, és egész addig követjük ezeket a képeket, ideálokat, álmokat, ameddig a működő képtelenségük be nem bizonyosodik. És amikor a működés képtelenségük be bizonyosodott, akkor vagyunk hajlandóak lemondani róluk csak. Amikor már tényleg majdnem szomjan haltál a sivatagban, akkor elhiszed, hogy az a déli báb, ami az elmúlt három hétben forrásnak tűnt,
az mégsem forrás, hanem déli báb. Tehát a csalódásokon keresztül szoktunk tanulni. Kérdés, hogy mennyi csalódás kell? A szenvedésen keresztül szoktunk nagyon komoly realizációhoz eljutni. Mennyi szenvedés kell a megvilágosodáshoz? Tehát az ember az egy rendkívül érdekes állatfaj. Az egyik legintelligensebb, és az egyik legbutább egyszerre. Tehát minden egyéb lénynél magasabb rendű gondolkodással rendelkezünk, és minden egyéb lénynél alacsonyabb rendű életet tudunk élni. Borzasztó. A kettő együtt jár. Tehát mennyire tudod, mennyire mered kitakarítani a konceptuális névhez és formához köthető gondolkodást, a nullákat és az egyeket, a múltat, a jelent és a jövőt, a jót és a rosszat. Mennyire mered ezt kitakarítani magadból? Mennyire érzed azt, hogy így teljesebb leszel, és nem kevesebb? Ekkor tudsz jelen lenni igazán. Ekkor tudsz figyelni igazán. Ekkor tudod észrevenni a másikat igazán. És ha ez nincs, akkor az élet nem is tudjuk miért, de elfelszínesedik, elveszíti a minőségét, elveszíti a jelentőségét. És ahogy sajnos ma nagyon sokan, különböző kultúrákban, földrésztől, nyelvhasználattól, egyébtől függetlenül, egyszerűen oda dobják ezt az elsekélyesedett életet, és ezt nem szabad. Inkább a minőségét kéne visszaadni, inkább rá kéne jönni, hogy miért éljük ezt, és megfelelő célt adni azért, hogy az itt eltöltött idő, ha már visszatekintesz rá több évtized távlatából, érdemes legyen, méltó legyen hozzád. És ezt megfelelő hozzáállás nélkül nem lehet. Megfelelő nézőpont nélkül ezen az úton elindulni nem lehet. És ezért van szükség arra, hogy befelé nézz, és magadban tisztázd azt le, hogy mi az, ami benned figyel, mi az, ami benned lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik. Mi ez? Ez nem kettő, ez nem három, ez nem sok, ez egy valami. Megtaláltad? És amíg ez nincs meg, addig mindig összetévesztjük a tükröt a tükrözött tárggyal. Mindig összetévesztjük a tudatot a tapasztalással. Mindig összetévesztjük magunkat a világgal. És ekkor Mángong Zen mester tanítása elég élesen belevág ebbe, hogy az éned miatt nem látod. Ha létrehozod az ént, vagy a mást, egyaránt lehetetlen. Mert a gondolataid felhői, a nullák és az egyeknek a sáskajárása letakarja azt a primér valóságot, amit belül is és kívül is tapasztalhatnál. Tehát a figyelemzavar, a koncentrációképtelenség, a tanulás megnehezedése, az mind a tudat minőségét mutatja. És vannak módszerek, amelyekkel ezt lehet fejleszteni, tisztítani. Ezeknek a végpontja természetesen a teljes felébredés. De ahhoz, hogy ennek a társadalmi hasznosságát belássuk, az egyén életében a nélkülözhetetlenségét belássuk, ahhoz azt kell figyelembe vennünk, hogy a meditáció milyen minőségjavulással jár. Amikor a nyugodt, összeszedett, világos jelenlétről van szó, akkor az emberek valamilyen misztikus forrásra gyanakszanak. Nem. Nem kell magunk kívül különböző misztikumot keresni. Magunkban fedezzük föl azt a lehetőséget, amely mindig is ott volt, csak még nem használtuk fel. Még nem tapasztaltuk meg. És az út nem más, mint visszatérni ehhez az önmagunkhoz, visszatérni ehhez a pillanathoz. És akkor megfelelő figyelemmel bírunk, a tanulás és a felejtés összhangban lesz, nem lesz több minden tudatos a személyiségedben, mint kellene. Amennyi viszont kell, az följön a szépen a tudat felszín alól. Kinek van kérdése?
Sokszor hallottam ezt a megfogalmazást, hogy találjunk egy célt, egy küldetést, stb. Stb. Erre konkrét eljárási utasítást, bármi segítséget, bármi fogódzót, hogy lehet-e kapni, hogy mi az, ami segít megtalálni ezt a belső célt, ami irányába aztán el tudunk indulni. Zen segédlet, 108. oldal, 17. bekezdés. A zen az nem mondja meg, hogy az embernek így általában, vagy neked mi a dolgod ezen a földön. Az egy másik sátor, ahol ezt megmondják. Mi kérdésekkel dolgozunk. És ez úgy hangzik, hogy mi a dolgom. Az alapkérdés, hogy hallottad a bevezetőben, az az, hogy mi ez. Viszont ez változtatható, sőt tárgyasítható sokféleképpen. Az egyik, hogy befelé fordított tényleg a figyelmedet, és megkérdezed, hogy mi a dolgom. És ez lehet, hogy egy hetekig tartó spontán válaszadási folyamat lesz, de érdemes vele dolgozni. Belefektetsz pár hetet, pár hónapot, és hogyha tényleg tiszta a válasz, akkor egy életen keresztül tudod követni. Az az alapszabály, hogy tudatos gondolkodással, jó és rossz filterrel nem nyúlsz hozzá a válaszokhoz. Tehát engeded úgy megjelenni és eltűnni a válaszokat, ahogy azok természetes módon megnyilatkoznak és utána elporladnak. A folyamat végén viszont lesz egy olyan állapot, hogy akármikor, akárhol fölteszed ezt a kérdést, hogy mi a dolgom, ugyanaz a válasz jelenik meg, ahogy az előbb mondtam, mindenféle dualisztikus hozzáállás nélkül, vonzás és taszítás nélkül, én jót akarok magamnak vagy a másiknak, minden ilyesmi nélkül. Amikor a tükör tiszta, akkor az elétett tárgy tükörképe is tiszta. Hát, hogyha tiszta tudattal műveled a kérdésfeltevést, akkor a válasz is tiszta lesz, a válasz meglátása is tiszta lesz, és ennek a követhetősége is megmutatkozik. Semmi más nem kell tenni, hogy föltedd azt a kérdést, mi a dolgom? A kérdésfeltevés kinyitja a tudatot. A definíciók, a dogmák, azok lezárják. A definíciókra a határok miatt van szükség. A dogmatikára pedig azért nincs, mert az felesleges tudati bilincsekbe veri az embert, és mindenkiben lakik egy Prométheusz, és előbb-utóbb le fogja dobni a láncot. Tedd fel a kérdést, aztán pedig viseld el a választ. Én ezzel a kérdéssel készültem, de egy nagyon szép kérdés. Hogy azt szeretném megtudni, hogy mi az, ami két pillanat között van. Mielőtt föltetted a kérdést, és miután föltetted a kérdést, azonos tudattal bírsz, vagy különbözővel? Nem tudom. Ez van két pillanat között. Köszönöm. Egyéb kérdés? Itt vannak a gondolataim, és... Ahhoz csatlakoznék, amit mondtál, hogy mennyi csalódás kell ahhoz, hogy a valóságot kezdjük el látni, és a sivatag déli bábját oázisnak nézzük. És erről nekem az jutott eszembe, hogy a hülyeség végtelenségénél csak a cirkularitása az, ami félelmetesebb. Tehát, hogy nem elég, hogy egyszer déli bábnak láttuk, és majdnem szomjahaltunk, legközelebb is déli bábnak látjuk, és ezt tudja produkálni személy is, meg csoport is. És arra lennék én kíváncsi, hogy mi lehet ebből a kiút? Tehát hányszor kell szenvedni? És mi az, ami kivisz ebből a szenvedési körforgásból? A déli báb hasonlatnál maradva, szerintem, amikor egy ember vagy egy embercsoport elér a biztos szomjhalál küszöbére, de valami csoda folytán akkor tényleg oázist talál, akkor előbb-utóbb nem fog több déli bábra előfizetni, mert nagyon megcsapta a halálszele. Európa a 20. században ezt kétszer átélte, ezért nincs harmadik világháború. Tehát olyan mértékben követtük az egyéni, csoportos és nemzeti identitásnak az illuzórikus, összeférhetetlens egyéb voltát, hogy ebben alsó hangon több mint 100 millió ember életét vesztette fél évszázad alatt. Elég nagy tanulópénz.
Úgyhogy ezért sem robban ki, nagyon sok helyen kirobbanhatna és összekapcsolódhatna a sok-sok konfliktus, de mégsem. Egyszerűen azért, mert túlságosan fájó, friss és kitörölhetetlen az emlék. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig az, hogy van talán egy olyan embercsoport, országra, kultúrára való tekintet nélkül, ahol már bizonyos benső tudati kultúra növekményt mutat, egy bizonyos megvilágosodottsági fokot mutat. És most ne beöltözött bodhisattvákra gondoljunk, hanem a hétköznapi életet művelő emberek tudatszintjére. Mennyire önzőek, vagy mennyire együttműködőek, mennyire gondolkodnak csak egyénben, családban, mennyire tudnak össztársadalomban gondolkodni. Tehát a megvilágosodottsági fok ilyen szinten nagyon jól mérhető. Mennyire követem a saját túlélő, birtokló, szaporodó és egyéb ösztöneimet, és zárom ki a többit az életem bármely területéről, azért, mert nem engem szolgál, és nem engem emel. Vagy pedig mindenki lead ebből az elképesztő egoitásba, és elkezdünk egészséges, működőképes kompromisszumokat kötni. Tehát ezek a paraméterek, ezek nagyon jól mérhetők, nagyon jól láthatók. És vannak olyan társadalmak, akik nagyon jól haladnak ez ügyben. És mutatja azt, hogy nem kell szenvedni, nem kell szegénységben, kisemmizettségben, szétszakítottságban, egyenlőtlenségben élni. Ezt mind mi csináljuk, és hogyha nem csináljuk, mert más csinálunk helyett, akkor az van. Akkor egy normálisan felépített társadalom van. Itt elméleti határ nincs. Olyan van, hogy egy ember vagy egy embercsoport azt mondja, hogy elég volt. Ennyi szenvedés elég. És akkor csinál valami mást. Általában az, amit kérdezte, hogy ciklikusan ismételjük a karmánkat, az azt mondom, hogy összemberiség szintjén eddig nem volt másképp. Bizonyos korszakokban, bizonyos kultúrák vagy népek tudták másképp csinálni. Egyébként például a francia forradalom kezdetétől a napóleoni etűd vége, az nagyjából 27 év, az elképesztően jól mutatja, hogy egy Szaturnusz ciklusban mi fér bele az európai történelembe. Így az alfa és az omega találkozott teljesen. Úgyhogy megismételték azt az elképesztő szenvedést, amely még csak előhang volt a több évtizedre, vagy egy-két évszázadra rákövetkező zivataroknak. Semmi nem garancia, hogy ezt ne ismételjük meg. Mi vagyunk az egyetlen egy garanciája annak, a mi tudatunk, a mi jelenlétünk, a mi figyelmünk és a mi helyes döntéseink, hogy ezek ne következzenek be sem magunknak, sem másoknak. Tehát ne várjuk azt, hogy fölülről majd valami nagyon jó vagy nagyon rossz történik, mert hidd el, az emberiség többsége folyamatosan ezt reméli. Az egyik fele azt reméli, hogy végre jön már a megváltás, a másik, hogy végre jön már az apokalipszis, és le is lehúzzuk a rolót. Hát ha ez ilyen könnyen menne, kérem szépen, hajaj. De hogy ezt nem mi kezdtük el, úgy nem is mi fogjuk befejezni. Tehát ezt az egész képzett kört. Nézzük már meg, hogy mi az, amit mi elkezdhetünk, és mi az, amit mi fejezünk be, és elég, ha a fölött uralmat gyakorlunk. Jó? És akkor a kezdet és a vég tényleg a mi kezünkben van. Egyéb kérdés? Az én kérdésem az, de még az előadás elején volt téma a jelenben maradás, hogy ne telje meg a Winchester hülyeségekkel. És az a kérdés, hogy milyen, még mielőtt magunkra találnánk, milyen megoldások vannak arra, hogy magunkat a jelenben tudjuk tartani, ha bár ezer felé porladna szét a figyelmünk, ugye? Létezik-e valami konkrét eljárás? Hogy... Rengeteg, hát a hideg vizes mosdástól kezdve az extrém sportokig minden. Most nyilvánvaló, hogy fizikailag oké, csak hogy mondjuk teszem azt autóvezetés közben, mondjuk... Hát ha az nem tart a jelenben, főleg a magyar útviszonyok mellett, akkor nem tudom, hogy mi. Most jöttünk, kérlek szépen, Sopronból. Egyszer csak elénk teherautó. Mi szépen lelassítunk mögöttünk is, de a harmadik mögöttünk az már nagyon erős, és BOOM! A
mai napig az a jó kis tompa, fémes puffanás, amikor a kazánt így leejtik a második emeletről, az, és akkor olyan jelenlét van, hú-hú. Akkor igen. Tehát, ha meditálsz rendesen, akkor a legpillanatnyibb rezdülés azon nyomban központos, sőt, megtanulsz tárgyatlan tudattal ébren maradni. Tehát miért szoktunk bealudni abban, amikor nem csinálunk semmit? Mert a tudat állandóan ahhoz szokott, hogy van tárgya, van mit eszegetni. Állandóan van mit érzékelni. És amikor nincs mit látni, hallani, szagolni, tapintani, ízlelni, gondolni, stb., akkor az ember, ugye, mivel a tudat elveszti az érzékszervi támasztékot, elveszti a tárgyat, és puff, így lefejeli a pillanatot, és kész. Tehát azért kell a meditációs gyakorlat, hogy a figyelem az üzemanyag nélkül is menjen, tehát a tudat tárgyatlanul is jelen legyen. És akkor előbb-utóbb megerősödik és letisztul annyira, hogy bármilyen tudattárgyat elbír. Nem csak, hogy elbír, hanem helyesen lát, ítéletmentesen kezel, közben megfelelően kommunikál és működik együtt. És ez mind a meditációval lehetséges. Hát azért találták ki, hogy a jelenléted, a figyelmed és a működőképességed egyaránt a helyén legyen. Ezt hívjuk világos tudatnak. Elérni egy világos tudatot, ez mennyi? Egy év, két év, 10, 20, 50, vagy ez hogy működik? Teljesen zöldfülű vagyok, gondolom észre lehetett venni. Teljesen jók a kérdéseid. Ha időben gondolkodsz, akkor az nagyon hosszú lesz. Tehát ebben a pillanatban érdemes csak jelen lenni, és akkor megszűnik a lineáris idő és a ciklikus idő rabsága. Csak most lásd tisztán. Csak most hajj tisztán. Tehát ha például ex-szenvedélybetegeket megkérdez, hogy mióta, vagy meddig nem, vagy azt mondja, csak ma nem iszom. Tehát csak most, ebben a pillanatban figyeljé. Nem kell gondolkodni, hogy mennyi ideig tart, amíg szupermódon letisztulunk, és a Buddha védjegyet a válladal nem tetkózza valaki. Tehát azért az tudod, az nem jön könnyen. Úgyhogy amikor ebben gondolkodsz, akkor nagyon messze kerül. Amikor megszűnsz ebben gondolkodni, akkor az a nyomban ott van. Köszönöm. Szívesen. Igen, egyéb kérdés esetleg? Hiba. Egyszer egy szerzetes megkérdezte Unmon Zen mestert. Gondolkodás nélkül van-e hiba? Szumi hegy, felelte Unmon. Már nincs gondolkodás, akkor miért rakod rá a Szumi hegyet? Kérdezte vissza a szerzetes. Tedd félre, válaszolta a Zen mester. Gondolkodás nélkül hogyan teszed félre? Erősködött a szerzetes. Akkor vedd fel és vidd innen, szólt rá a zenmester. Kérdések. Gondolkodás nélkül van-e hiba? Szumi hegy, felelte Unmon. Ez mit jelent? Tedd félre. Ez mit jelent? Vedd fel és vidd innen. Ez mit jelent? Kommentár. A kutya ugat, a kakas kukorékol, a macska nyávog. Minden állat tudja, hogyan nyilvánuljon meg. Számodra mi a helyes megnyilvánulás? Megszólalsz, már hibázol. Ha csendben maradsz, akkor is. Mit tehetsz? Ha nem szólsz semmit, akkor Unmun botja már megütött 30-szor. Erre mit mondasz? Ha mindent félreteszel, akkor minden a tiéd. Erre az utolsó mondatra felhívnám a figyelmet. Ha mindent félreteszel, akkor minden a tiéd. Vajon mit jelenthet ez? Miért mondta? Nézd meg, hogyha a tudatodat teljesen kiüríted, akkor egyé válsz a világgal. Ha nincs egy állandó én fal, akkor minden emberrel kapcsolatot tudsz teremteni. Tehát mindent félreteszel, és ezáltal minden a tiéd. A Zen tehát paradoxonokban, sőt, nagyon kreatív paradoxonokban gondolkodik, ki is fejti őket, és utat mutat. Ellentéteink mindig lesznek, csak a köztük feszülő polaritás milyen irányba visz. Tehát az irányvétel rettenetesen fontos. Mit csinálunk a sok-sok feloldhatatlan ellentmondással? Ezek feszítenek, ezek erőt adnak. Sőt, a belőlük származó energiára szükségünk van. De hova futtatjuk ki?
Milyen irányba visszük a lényünket, az életünket? Na, itt, hogy mire figyelsz, az a fontos, mert amire figyelsz, abba az irányba mész. Figyeled, hogy mind a vágy, mind a félelem vonza a tárgyát? Brutális törvényszerűség. Valamitől nagyon félsz, bekövetkezik, valamire nagyon vágysz, az is. Valakire nagyon haragszol, találkozol vele az utcán. Valakit nagyon szeretsz, azzal is, csak később. Jól értem, akkor megválaszoltad a föl nem tett kérdésemet, ami ugye arra vonatkozott, hogy nagyon sokszor van olyan érzése az embereknek, hogy tudja, hogy mit kellene tennie, de mégsem teszi, mert akkor, ha jól értettem, ugye az a probléma, hogy jövőre kivetíted, és nem azt mondod, hogy ma nem iszom. Igen. Tehát így lehet kitörni ebből a, nem tudom, hogy paradoxonnak kellene nevezni. Ez egy zárt ciklus, az árciklus nem paradox. Az árciklus az egy felállított ugye, kör, ahol nagyon jól látható, hogy hol van a kezdet, hol van a vég, és a köztelévő folyamatok. És ezek egymást erősítik. Ezek szakszóval pozitív feedbackek, de ez nem azt jelenti, hogy jók. Tehát a pozitívra mindenki azt mondja, jaj, de jó, mert pozitív. Hát nem. Amikor a ciklusnak a börtönéből kiszabadulsz, akkor már a paradigmaváltás lehetséges, és akkor már másképp teszel, másképp használod fel a nyersanyagot, ami van. Szabadon. Engem az érdekelne, hogy így a meditálással kapcsolatban, hogy vannak-e, hogy hogyan érdemes neki kezdeni, és mire kell, vagy érdemes közben figyelni. Arra kell figyelni, hogy helyes szándékkal meditálj. Tehát a helyes szándék az, hogy érjük el a felébredést, és segítsünk minden lénynek kitörni a saját magától keltett rabságából a nem tudás, illetve téves nézetek, a kapzsiság és a dű kötelékeiből. Ez helyes motiváció. Ezek után jön az, hogy tanító-tanítás és tanítványi közösség. Tehát erre a háromra szükség van, ez szanszkritul Buddha, Dharma és Sangha. Ha ez a három megvan, akkor már túlságosan nagy gubanc így szerkezetileg nem lesz. Még mindig el lehet rontani. De ez a három ez azért kell, mert olyan, mint a három lába az állványnak, bármelyik hiányzik, az eszköz ledől. Hát addig kell járni a spirituális bevásárlóközpontban, amíg nem találsz egy olyan tanítót, tanítást és tanítványi közösséget, ahova be tudsz illeszkedni, ahol kapcsolatot tudsz rendesen teremteni a tanítóval, tanítással és tanítványi közösséggel. És ekkor elindulhatsz az úton. És ez sose zökkenőmentes, sose szinkron, sose olyan az elején, mint az ember szeretné, de hát pont erről szól az önképváltás és a világképváltás. És amikor ez megvan, ez már két elég nagy lépés, hogy helyes motiváció belül, az egyéni probléma megoldás nyugodtan beletartozhat, mert te is a szenvedő lények közé tartozol, semmi gond. Az, hogy magamon kezdem, az sincs semmi gond. Ha megállt az egész annál, hogy én még jobban felfedezem önmagam, én még jobban sikeres leszek, én, láttam olyan lényt, aki 10 évig foglalkozott azzal, hogy én, meg ilyen önfejlesztés, meg ilyen ön, meg olyan ön, és kampó az egész, tehát az egész élete romhalmaz lett, mert nem lehetett vele beszélni, társulni, ezért, mert csak önmagáról volt szó, és ilyen ekkora 3 hetestől több hónapos méregdrága kurzus hegyekig, de a nézet, a szándék az mindig csak önmagára irányult, és paf, vége. Úgyhogy dolgozzunk magunkon, de nem magunkért. Hozzunk ki magunkból jó minőséget, de azt ajánljuk föl másoknak. És ekkor szépen az univerzumban vissza lehet forgatni azt a sok-sok energiát, amit egyébként nem is érdemes realizálni anélkül. Amikor ez az első két lépés megvan, akkor következik a technika. Azelőtt nem. Azelőtt a technika nagyon gyorsan félre tudja vinni az ember, tanul valamit, de sem a motivációja, a szándék, az irányvétele nem tiszta, sem pedig a külső menedék ebben a hármasban, amit mondtam. Ha ez nincs meg, akkor egy hirtelen felszippantott technikai tudás úgy oda tudja vágni a falhoz, hogy az páratlan, és ezt hívjuk kezdeti dharma baleseteknek.
Van a közepes darna baleset, amikor már úgy érzi, hogy igen, tudok valamit, és akkor elengedi az egészet magam elől, és hogy majd én. Ez a majd én, ez a középtávú darna baleset, és a végállapot az az, amikor már gyakorol 10 év, és akkor azt mondja, hogy ja, hát nekem ez már nem kell, én már ott vagyok a tudás. Kész. És akkor, ha hamar jön a maflás, akkor nagyon nagy szerencséje volt, mert még megvan az emléke arról, hogy abba hagyta. Ha meg nem, akkor szép lassan kifut a darma energiája, és mint a rajzfilmben, amikor Donald Kacsa tovább megy a felsíkon, és még megy a szakadék fölött 2-3 lépés, és egy szív alakú kis porfelhő ott felszáll. Tehát azért fontos ez, mert hibát mindenhol lehet elkövetni, de sehol se kötelező. Sehol se kötelező. Elég a saját karmánkkal való folyamatos munka, és nem kell külön saját hibát elkövetni. Ha ez a három megvan, akkor én ezt már nem szaporítanám tovább. Nézd meg a 10 Bika történet című képsorozatot. Ez a Mahayana buddhizmusnak egy nagyon-nagyon népszerű tanítók környezete. Sokféle kifejtést láthatsz erről, nem csak ezen a YouTube csatornán, ahol ez a beszéd is megjelenik, hanem nagyon sok egyéb helyen is. És itt van egy olyan fázis, hogy hogyan kezded, hogyan találod meg a tanítódat, így a dolgodat, így a megfelelő gyakorlatodat, hogyan vitelezed ki a megfelelő célokat, és utána hogyan forgatod vissza ezt a társadalomba, és hogyan tanítasz másokat ezzel. Úgyhogy a 10 Bika történet az egyfajta egészleges használati utasítás. Köszönöm. Öt fogadalom nagyon szép, de nekem úgy tűnik, hogy az öt újabb vágyat is jelent, amikor az út végére érünk, ezt az öt fogadalmat el kell veszítenünk, ugye? Mondd el, mit vacsoráztál ma este? Reggelig azt is el kell veszíteni, nem? Valahogy. Mi mondatja azt veled, hogy el kell veszíteni az öt fogadalmat? A vágyak elhomályosítják a tudatot, és ez az öt fogadalom, én azon sokat gondolkodtam, hogy miért akarunk mindenkit megszabadítani a szenvedéseiktől, hiszen ez az ő választásuk, kell ebben nekem beleavatkoznom? Szerintem nem. Az öt fogadalomban melyik az, amely erre sarkal? A szenvedő lények számtalanok. Fogadjunk. Ez a négy bódhiszattva fogadalomból az első. Nem az öt, tehát a pancsa sila valamelyike. Házi feladat. Tessék elkülöníteni. Tehát a négy bódhiszattva fogadalom az így szól. A szenvedő lények számtalanok. Fogadjuk, hogy mindnek segítségére leszünk. A szenvedélyek kötelékei sokfélék. Fogadjuk, hogy mintől megszabadulunk. A tanítások sokrétűek. Fogadjuk, hogy mindet megismerjük. Az út a teljesség elérése, fogadjuk, hogy végigjárjuk. Négy bódhiszattva fogadalom. Utána van az öt alap buddhista fogadalom, tehát fogadom, hogy tartózkodom az élet elvételétől. Fogadom, hogy tartózkodom a hazugságtól. Fogadom, hogy tartózkodom a bódítószelektől. Fogadom, hogy tartózkodom az oda nem adott dolgok elvételétől. Fogadom, hogy tartózkodom az elkötelezett kapcsolatok egyoldalú megtörésétől, stb. Ez az öt. Na most tedd fel a kérdésedet. Mit szeretnél? Nincsen már kérdésem. Egyébként van egy nagyon praktikus és önzetlen motiváció arra, hogy miért segítünk másoknak megszabadulni attól a szenvedéstől, amelytől már ők maguk megszeretnének, csak még nem tudtak. Mert az ő szenvedése nem marad meg házon belül, mert kilép vele az utcára, és oda jön veled hozzád, és odahozza a küszöbödre, és behozza az ablakon. Meg az ajtón, meg a pincén, bárhol. Tehát annyira társas lények vagyunk, és annyira össze vagyunk drótozva, még akkor is, hogyha az egzisztenciánk olyan szépen el van különítve, vagy ház, bankszámla, autó, egyebek, stb. Ez mind-mind egyéni tulajdon, oké? Okay? De a szenvedésteli tudat az teret teremt maga körül, és ebbe a térbe mindenki belépt, és te is. És elkezdünk egymással beszélni, és elkezdünk gondolatokat, érzelmeket cserélni, és elkezdünk egymással cselekedni. Hát akkor,
ha másik szenved, akkor előbb-utóbb az elér hozzám is. Kapcsolódnék az előzőhöz. A környezetemben van egy ismerős, aki szintén szenvedő lénynek tűnik számomra, és úgy ugye szeretnénk segíteni. Mennyire hagyja? Hát a tanít elsőt ismerem. Hogyha vérzik, akkor bekötőzzük a szomjas. Nem igazából fogad el semmit. Légy türelmes, majd fog. Ha tényleg szenvedteti magát, akkor előbb-utóbb energiát veszít, nem is keveset. Akkor a működés képessége csökken. Ez már bekövetkezett. Lehet, hogy még nem eléggé. És nem kegyetlenség addig várni, amíg ő belátja, hogy segítségre van szüksége. Sőt, nagyon nagy bátorság ott állni mellette, és nem beavatkozni, és nem jobban tudni, és nem belépni az életébe, és azt mondani, hogy majd én. Hanem azt, hogy itt vagyok, segíthetek? Nem, én jól vagyok. Ezek mik? Ja, ezek a beleim. Örkény. Tehát az egypercesekben hatalmas bölcsesség van, tessék elolvasni, és az ilyen helyzetekben az, hogy te segítséget ajánlasz, de nem veszed el az autonómiáját, a döntését, a szabadságát és a felelősségét, együtt vagy hajlandó látni. Ez a legtöbb, amit tehetsz így ebben a fokozatban, és utána tényleg ott van a szerszámkészlet, hogy azzal azon nyomban, mihelyt nyitottság van rá, tudsz segíteni, de nem veheted el a másik karmáját, nem oldhatod meg helyette a problémát, és amíg zárt, amíg elutasító, amíg arrogáns, amíg önző, amíg elszigetelő, addig csak az egófal erősödik, hogyha állandóan kiteszed magad visszautasításnak. Nem a visszautasítással van gond, mindenki felnőtt emberit kaptunk mi. Hideget, meleget, jót és rosszat. Nincs ezzel gond. Megszokjuk egy idő után. De ővele van a gond, hogyha engedjük a falát vastagodni, annál nehezebb lesz szerencsétlennek kitörni onnan. Tehát ezért kell az a fajta együttérző távolságtartás és tetrekész jelenlét együtt, hogy amikor szükség van, akkor azon nyomban, de addig nem. És ilyenkor feltették már ezt a kérdést sokszor, azzal, aki terjeszt, hogy Úristen, mi van, ha meghal? Akkor sajnos azt választotta, hogy meghal. És ott vagy, és megkérdezed, hogy megmenteném az életedet, hagyod? És van, aki nem hagyja, de van, aki a halál küszöbén visszafordul, és azt mondja, hogy jaj, köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Ilyen szinten respektálni kell azt a döntést, amit az emberek hoznak, még akkor is, hogyha látod, hogy nem tiszta tudatból születik, de megpróbálod folyamatosan segíteni, felébreszteni. Nagyon nagy munka ám ez így is. De van egy határ, amin szerintem sem emberileg, sem más szempontból nem lehet túlmenni. Nem szabad. Hirtelen átveszed az uralmat az élete fölött, és a halála fölött, és szerintem ezt senkivel nem szabad megtenni. Inkább segíteni kell a tudatát, hogy lásson, lássa a döntéshelyzetet, lássa a következményeket, lássa a különböző irányokat. És nem az, hogy én jót akartam. Mi a jó? Azt tapasztalom, hogy látni látja, de lépni, cselekedni nem tud. Nincs ereje hozzá. Türelem. A kétségbeesés óriási energiákat tud mozgósítani. Engedd, hogy egy essen kétségbe. Jó. A dalma balesetekről is beszélnél bővebben, mert lehet, hogy a kettő összefügg. Az a szenvedés, amiről kérdeztelek, vagy a dalma baleset során ott is bukik az ember. Dharma baleseteknek az elseje és legsúlyosabbja az, amikor valaki kijelenti magára, hogy én elértem a megvilágosodást. Ez a legnagyobb dharma baleset, ami létezik, mert az én ezt nem érheti el. Mert pont az én az akadálya ennek. Úgyhogy minden más ez ennél kisebb, de vannak súlyos dolgok. Tehát a múltra, jelenre, jövőre szétesett tudat, az állandó ítéletalkotásba beleragadt tudat, az abszolút nézeteket magára vévő tudat, ezek mind-mind dharma balesetek lehetnek a gyakorlás során, mert nem tudta a tudat folyamot felélénkíteni, nem tudta elengedni, tovább gördíteni a karmáját, és ez
ez ilyen befeszülésekkel, berögződöttségekkel járhat, és ezekből lesznek a monomániák később, esetleg az őrületek. Ezért a taoizmusnak rengeteget köszönhetünk, hát itt rengeteg olyan koan van, amikor azt hallod, hogy menj, kérdezz meg egy fát, az majd megtanítja. Tehát azért, mert látszik, hogy az élő szóval már nem tud mit kezdeni. Tehát annyira megbetegedett a verbalitástól, annyira gondolatfüggő lett, hogy csak a természet tudja maga szótlan, spontán működésével tanítani, és nem más, senki más, semmi más, csak a természet úgy, ahogy van. Hatalmas gyógyerő van benne. Úgyhogy nagyon sokféle dharma baleset van, de igazából a téves nézetekkel való azonosulás, vagy a dualitásoknak az abszolút értékre való emelése, ez mindegyikben benne van. De ez benne van minden emberben. Tehát én a gyakorlóra gondoltam, aki gyakorol évek óta, és úgy követel dharma baleset, vagy úgy kerül dharma balesetbe, mert az átlagember is, amiket mondasz, hogy ítéletalkotás, ez benne van mindenkiben, csak hogy aki már gyakorló volt. Nézd, aki a dharma mezején követi el ugyanezt, az jóval nagyobbat tud bukni. Tehát aki a mindennapi életben a saját hétköznapi tudatát azt ilyen módon üzemelteti, az kb. Olyan, hogy persze nem szabad kiszórni szemetet a vonatablakon, de hogyha 40-50-nel megy a vonat, akkor olyan különösebben nagy probléma nem lesz belőle, senki nem hal bele. Csúnya dolog, össze kell szedni, takarítani kell utána, ne tegyük, de akkor is 40-nel megy a vonat, ott banánhéjak, meg papírszemetek csúnya módon kirepülnek, és ennyi. Igen, de hogyha a vonat 3-400-zal megy, letépi a kezedet. Az ugyanaz a mozdulat. Vagy a következő utasnál, hogyha van még nyitott ablak egy ilyen szerelvényen, kiveri valakinek a szemét. Tehát nagyon fontos, hogy amikor az ember a dharmát gyakorolja, akkor a fogadalmak megfelelő módon működjenek. És ekkor a bódhiszattva fogadalmak például a dharma balesetek jó részét meg tudják előzni. Hirtelen az önfókusz, a saját magára való állandó figyelem, ez meg tud oldódni. Hirtelen a másik ember fontosabb lesz. Akkor elkezd segíteni, akkor összeszedi a szemetet, és nem kidobja az ablakon. Jó? Köszönöm. Hogy viszonyuljunk a negatív embereknek nyújtott segítségnyújtáshoz, lefordítva? Ugye észreveszem, hogy szomjas vizet viszek neki, mondja, hogy ez nem elég hideg, nem ebbe a pohárba kellett volna, tehát nem tudsz igazából jót tenni, még hogyha segítesz is neki, és vannak emberek, akik úgy tűnik, mintha ebből nyernének energiát. Ugyanazzal a mozdulattal visszaöntöd a kancsóba, és egy lépéssel még távolabb teszed tőle, és visszakérdezed, nem vagy szomjas? Ha igen, akkor miért véleményalkotással szeretnéd oltani? Nem jó a víz? És amikor ilyen előfeltevésekkel, elvárásokkal bíró embereknek segítséget próbálunk nyújtani, nyugodtan húzd ki azt az elvárás szőnyeget, vagy előfeltevés szőnyeget a lába alól, amire ő az egoitását rakta, mint alap. Ez helyes tanítás. Tehát ez nem megalázás, ez tanítás. Tehát, hogyha valaki nem megfelelő hozzáállással viszonyul a segítséghez, az megvonható. Én azt szeretném kérdezni, hogy a sértést, azt hogy lehet leküzdeni? Állj félre! Könnyű. De. És ha nem megy? Akkor állj félre. Nincs olyan, hogy nem megy. Akkor már meg is sértetted magadat. Tehát nehogy azt hidd, hogy te neked oda kell tartani a másik botja alá a fejedet. Nincs ilyen kötelességed. A segítség az nem egy olyan áldozatvállalás, hogy te megszűnsz, vagy porrá égsz, vagy lángokban állsz, vagy hasonló. Az önfeladás az nem ez. Nézd meg, hogy az illetőnek mire van szüksége valójában, és hogy ez mennyire különbözik attól, amit akar. Ez az első félreállás. Nem vagy köteles mások vágyait kielégíteni. Segíthetsz másoknak, ha szeretnéd, de tedd ezt bölcsességgel, együttérzéssel és belső szilárdsággal. És ekkor nem sérülsz, hanem tanulsz. És innentől kezdve meglátod azt, hogy ha szüksége van valamire, akkor azt meg tudod-e adni neki,
ő pedig képes-e elfogadni, vagy sem. De ne akarj másoknak megfelelni, mert akkor ezer darabra mész szét. Ne függj mások ítéleteitől, akkor állandóan a pokolban érzed magad. Jó? Szíves. És még azt szeretném, a karmáról szeretnék kérdezni, és oké, én azt hallom, hogy nincs már karmánk, eltörölték. Igen, ezt lehet hallani helyeken, így van. Tehát azokon a helyeken kéne ezt megkérdezni, hogy ugyan már miért mondják ezeket a dolgokat, mert például ennek a mondatnak a kijelentése is karma. Tehát, hogyha ezt a mondatot kimondta, akkor milyen karmát töröltünk el? Ugye? Tehát nézzük meg, hogy a karma micsoda. És amíg mi beszélünk, cselekszünk, érzünk, gondolkodunk, addig teremtjük is a karmát, meg tovább is adjuk, meg el is fogadjuk. Jó? Tehát nem szabad az ilyen abszolút értékű mondatoknak túl nagy jelentőséget tulajdonítani, mert akkor rosszat álmodunk. És nem ébredünk kipihenten. Jó? Nem hallott, tehát én nem, ezelőtt nem figyeltem, és nem ismertem még a buddhizmusról, sok mindent nem tudtam, csak azt, hogy aki tanítja, lepelben van. Ennyit tudtam az egész buddhizmusról, viszont most elviccelem egy kicsit ez a dolgot. Ez lepelben van, nem mindegyik, van olyan is, ez lepelben van. Na most egy kicsit elvicceltem még ezt a részét. Csak azt tűnt föl, az lett volna kérdésem igazából, hogy létezik egyáltalán különféle vallás, mert gyakorlatilag a katolikus vallásban, a szientológiában, stb. Ugyanezek az alaptanítások jönnek vissza. Biztos? Ismerősek. Nem kéne még egyszer elolvasni? Ismerősek. Ismerősek. Az nem ismerős, ugyanaz. Inkább úgy mondanám, tehát jó, igen, tehát ismerősek. Tehát, hogy mondjam, vissza lehet hallani ezeket az alapelveket onnan is. Óvatosan. Az N4 alapelv az eléggé karakán és egyedi, de nem szeretnék kiemelni senkit, semmit. Mi a kérdésed? Ez lett volna csak a kérdésem, hogy ön szerint... Most nem az N4 alapelvéről beszélek, erről nyilván nem tudok semmit, hanem hogy volt ez a legyünk a jelenben, nem kell a fejünket a... Legyünk a pillanatban, és ezért a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Tehát nem pusztán a Carpe Diem római igazságát öltöztetjük be lepelbe. Az más. Jó? Tehát ezek az általad is említett vallások, iskolák és egyebek lényegesen más alapelvekkel rendelkeznek. Tessék elolvasni ismét. A hozzájuk tartozó arcokat is meg kell nézni, más arcok. Meg kell nézni a hozzájuk tartozó gyakorlatokat is, ezek is rettenetesen különböznek, és ami nagyon különbözik, hogy milyen irányba viszi az illetőket. Tehát ilyenkor érdemes beszélgetni olyanokkal, ha ez számodra fontos, hogy 20 éve csinálja, vagy 15, de assangon legalább 10, és hova jutott? Milyen életet él? Hogy néz rád? Hogyan viszonyul hozzád? És akkor meglátod, hogy valójában mi lett azzal az emberrel, aki 20 évig gyakorolt bergengóciai gombócsütést például. És ez a tapasztalat lesz az. Azt, hogy mit írnak le, milyen könyvet gyártanak, milyen jelentéssel bírnak azok a szavak, az valójában hosszú távon és csak is tapasztalat által igazolható vissza. Nem is igazából direkt az egyes vallásokra utalt le volna a kérdésem, hanem az, hogy van egy ilyen halvány gyanúm ezután az előadás után, hogy valahol az alapelvek az egész emberiségre ugyanazok. De ezt honnan veszed? Gondolom itt is. Gondolod, ugyan... de tudod? Nem tudom, gondolom, ezért kérdezem, ez lett volna a kérdésem, hogy... Mert hogyha tudtad volna, sokkal nehezebb. Tehát ha gondolod, jó, akkor kérdezem. Legalább folyamatban vagyunk. Ezért kérdezem. Legyünk folyamatban az Isten szerelmére, mert hogyha lezárod, akkor sokkal nehezebb téged kirobbantani ebből a téves nézetből. Ezért kérdezem. De nincsenek ilyenek, hogy közös alapelvek. Nincsenek. Van valami, amit mi tanítunk, ez úgy hívjuk, hogy Buddha természet, de azt jelenti, hogy minden ember képes a megvilágosodásra. De mi ezt nem látjuk viszont például monoteisztikus vallásokban. Még a hinduizmusban úgy nagyjából ott van,
jó kis politeista környezet, és akkor ott van a moksa, mint a megvilágosodás. De ott nem tanítják azt, hogy minden embernek, sőt, azt mondjuk, hogy csak a bráminoknak, és csak akik már ilyen és ilyen erényeket, áldozatokat, stb. Végrehajtottak, és akkor majd akkor érzi, stb. Nem. Nincsenek azonos alapelvek. Viszont minden ember ugyanabban a helyzetben van. Tehát megszületünk, felnövünk, megöregszünk, megbetegszünk, meghalunk. Kész. Ez alaphelyzet, de ez nem alapelv. És amikor alapelvekről van szó, akkor nézd meg, hogy az adott vallás, vagy iskola, vagy egyéb mit hirdet. Ezek radikálisan különböznek. Szerencsére, most képzeld el. Fufu. Nem lesznek itt soha azonos alapelvek, mindaddig, amíg erre alapozva óhatjuk megoldani a dolgokat, és állandóan konceptuális gondolatokkal szeretnénk a valóságot helyettesíteni. És miért van szükség akkor ennyiféle vallásra? Egyáltalán vallásokon miért van szükség? Nem tudom, kérdezz vallásos embereket. Én útonjárónak tartom magam, különösebben én vallást nem nagyon csinálok a zenből. Lehet azt is csinálni belőle, de minek? Akinek kell viszont, az telje nyugodtan. Az nyugodtan, abszolút lehet vallásos, lehet buddhista vallásos, legyen más vallásos, mert az ő lelkének akkor az kell. Hogyha valakinek ez a lelki táplálék, ettől lesz toleránsabb, ettől lesz jobb ember, csinálja, semmi gond. Jó? Tehát nem az a fontos, hogy mit hiszel, hanem hogy milyen ember jön ki a templomkapun. Hogy mi van a kezében? Az más kérdés. Tehát... Nem, ez ugyanaz a kérdés, csak a végkifejlett. Az lehet, viszont nem erre gondoltam. Tehát az, hogy mi a katolikus egyház, meg mi a keresztény vallás, az szerintem két teljesen külön világ. Itt vagyunk Kalocsán, rengeteg olyan hely van, ahol ezt megkérdezheted. Ugye tudod, hogy én nem megyek ebbe bele. Nem is erről akartam beszélni, hanem feltűnt egy-két gondolat az elején az előadásnak, azon gondoltam, hogy ezt hallottam a máshol is, ami szimpatikus. Tehát nem azt mondom, hogy ez feltétlenül rá akarok húzni a lepedőt. Egy ugyanazon level alá akarom vonni mindegyiket, csak hogy feltűntek a hasonló elméletek a gondolkodásról, vagy arról, hogy mi viszi előre az embert. És mi a kérdésed ezzel kapcsolatban? Csak az, hogy mégis ezt próbáltam megfogalmazni valahogy, igaz, hogy létezik-e egyáltalán egy olyan gondolatsor, ami közös mindenütt a világon. Szeretnél ilyet? Nekem úgy tűnt, hogy mintha lenne. Látod? Akkor neked van. Mi az, ami sosem született, sosem hal meg, és semmilyen feltételhez nem kötött? Megköszönöm mindenkinek a figyelmet, hogy ennyi helyről eljöttetek, szervezőinknek az áldozatos munkát, és szeretettel várunk mindenkit a holnapi meditációs alkalomra. Köszönöm szépen!